Idén harmadik alkalommal rendezték meg nyugdíjasok számára a Hóvirág szavaló versenyt Szadán. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Szadai Nyugdíjas Klub által március 18-án megtartott rendezvényre 12 szépkorú versmondó jelentkezett. 3 évvel ezelőtt került először megrendezésre a Hóvirág szavaló verseny, az ötletet pedig az adta, hogy a szadai nyugdíjasok verskedvelő, irodalom szerető nyugdíjasok, és úgy gondolták, hogy a környező települések nyugdíjasai között is vannak olyanok, akik szívesen szavalnak és szeretik a verseket. A felhívást elsősorban a környező települések nyugdíjas klubjai számára küldtük meg. Ide tartozik Erdőkertes, Őrbottyán, Veresegyház és Gödöllő, a résztvevők pedig Gödöllőről, Szadáról és Erdőkertesről érkeztek most. Ebben az évben egy szabadon választott verssel lehetett indulni és nevezni. Az elmúlt évek folyamán 2 szabadon választott vers volt, témát eddig nem határoztunk meg, éppen azért, hogy mindenki a saját maga által kedvelt verssel tudjon indulni. Egyszer jönnek, kopogtatnak, csendesebben vígadjanak, azt üzeni az uraság, hogy lefeküdt, aludni vágy. Ördög bújjék az urakba, temelik menj a pokolba, húz rád cigány, csak azért is, ha mindjárt az ingemért is. Megint jönnek, kopogtatnak, csendesebben vígadjanak, Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad, kihörpintik boraikat, véget vetnek a zenének, hazamennek a legények. A zsűri tagjai Novák Lászlóné, Kerekné dr. Vida Paula és Harsányiné Gilvácsi Györgyi voltak. Kezdetben sokféle verset hoztak a résztvevők, de most két tömbre oszthatók ezek. Az egyik a nagy magyar klasszikusok, amelybe azért beletartoznak olyan nem gyakran mondott költők is, mint Dzsida Jenő, aminek nagyon örülhetünk. De a versek egyrészt olyan, ami középiskolások között, általános iskolások között is ugyancsak elhangoznak. Viszont egyre több olyan vers van, ami az ő életérzésüket szólaltatja meg. Tehát az időskor bölcsességét, tanulságait, hitét, vagy reményvesztettségét, de mindenképpen találnak olyan verset, ami őket foglalkoztatja. Ez nagyon érdekes, ezzel máshol nem találkoztam én. És ahogy megfigyelhettük, egymásnak mondják ezeket a verseket tulajdonképpen. És szeretettel mondják, és szeretettel is fogadják, és megtapsolják. Nem volt hiába semmi sem. Igaz, kicsit fáradt vagyok. Nehéz a toll is néha nap. De a lehalkult szívverés fiam szívén erőre kap. Szépségem múlik, nem sírok. Leánykám arcán tündököl. Szinte sok is-e két gyerek, milyen roppant kincset örököl. Igaz, kicsit fáradt vagyok. Bár néha nap békétlenül lázongtam, s nem tudtam én, hogy ürmöm mézé édesül. Sokat fizettem? Nem tudom, hiszen mindennek ára van. Ezerszer újra kezdeném, alázatosan, boldogan. Én már gyerekkoromban nagyon szerettem a verseket, iskolai versmondó is voltam, majd később olyan pedagógus tanárunk volt, akitől nagyon sokat tanultunk, és nagyon-nagyon szerettem a verseket. Én magamnak is írok nagyon sok-sok verset, megörvendeztetem a nyugdíjas társaimat, meg avval köszöntöm őket. A saját kedvtelésemre, az én saját lelki kiegyensúlyozottságomra mondom, saját magam örömére is, otthon is. Nagyon-nagyon sok verset tudok. Az egész családom, én tanítottam az összes unokákat, az összes kötelező verset. Mind el is mondja, hogy ezt a nagyi tanította, azért tudja. Mivel készült, milyen versel, és miért pont ezt választotta? Hát én 2 versel készültem. Az egyik volt a Petike, Vörös Marti Mihály verse, és a másik pedig, az pedig pillanat, azt mondja, Arany Jánosnak a Világ
című verse. De én azért döntöttem a Petike mellett, mint egy vers mellett, mert annyi magasztos és nagyon mély mondani valójú vers volt, mondom, egy kis vidámságot vigyünk már bele ebbe a versszavalásba, semmi másért ezért. Az egekre, Peti fiam, meg ne haj, annyi benned a sóhajtás, mint a raj. Átidézem tán Juliskát, láthatnád? Szól mogorván Péter úrfi, hol van hát? Ármány adta Péterkéje, még mi nem volt a bibéje, sem kalapja, sem mentéje, sem a sarkantyú zenéje, nem kell neki rókamája, sem a szomszéd bibliája, neki, nem kell neki bor, galuska, de bezze kell a Juliska. Bár negédes és hamiska, de vidor, szép és piroska. Sem ehetnék, sem ihatnék, csak Julcsával nyájaskodnék. Ej, Petikém, szép fiam, hát ez a baj. Gondom lesz rá, hogy nagyra nő, és meg ne haj. Most takarodj az iskolába, rossz fiú. Meg ne lássam, hogy pityereksz. Férebú, iskolában Juliskát elfeled. Isten éltet, 10 év múlva elvehet. Amikor hallott erről a szavaló versenyről, akkor önmagától döntött úgy, hogy tanul egy verset és eljön, vagy kellett, hogy ösztönözzék? Igen, magamtól. Kiválasztottam Petőfitől egyet, meg József Attilától. És akkor ezt begyakoroltam. És szeretnék tovább is. Szóval, hogyha még lesz ilyen szavaló verseny, más verssel. Ugye akkor már más költőtől vagy komolyabb vers, mert hát nagyon rövid idő volt, és rövid idő alatt azért én se vagyok fiatal, le kellett küzdenem a kicsikét lámpalász, meg minden. Ej, mi a kő tyúkanyóken, a szobában lakik ittben. Lám, csak jó az Isten jótád, hogy felvitte a kent dolgát. Itt szaladgál föl és alá, még a ládára is fölszáll. Eszébe jut kotkodákol, nem verik ki a szobából. Dehogy verik, mint a galambot etetik. Válogat a kendermagban, s kiskirány sem élhet jobban. Nekem, hogy mondjam, csak régebbről a szülei, a nagyszül, nagyapám volt ilyen versíró, versmondó, még a apukám is a iskolába, Leventekör, vagy mi volt rég, Cserkészkör, na ott is ő ilyen versmondó volt, aztán lehet, hogy valahol a génjeinkben egy kicsit benne vannak. A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyám. Mindenki áldja közeledben, hát én hogy is ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is az örök jóság, a szeretet. Némán, nagy forró áhítattal csókolom meg a kezedet. Én inkább énekelni szoktam az eseményeken, most pedig hát egy-egy verset elmondogatok, hát szeretek verset mondani, meg érdekelnek a versek úgy aránylag, Petőfi versek főleg, azokat szeretem. Hozd magaddal a pacsirtát, nagy mesteremet, aki szép, szabad dalokra tanít engemet. S ne feledd el a virágot, ne feledd el ezt, hozz belőle, amennyit csak elbír két kezed. Nagyobbodtak a halálnak tartományai, és bennük sokan a szabadság szent halottai. Ne legyenek szemfedőtlen puszta sír alatt, hincsre álljuk szemfedőül a virágokat. Nagyon-nagyon szeretem a verseket, már tavaly is részt vettem, és tavaly megnyertem a polgármesteri hivatalnak a külön díját. Megint jött egy levél, de nem a fiú írta. Most már az apa is elfakadám sírva, de letörli menten szeméből a könnyet, előveszi azt a régi kopott
könyvet, és írja, lassan írja. Golyótól találva elesett a fiunk nagy orosz csatába. Lelke már az égbe tölti a szent estét, mert karácsony éjjelén födelték el testét. Evén Bibliába több bejegyzés nincsen. Áldassék az Isten! A szervezők minden versmondónak emléklappal és egy szál virággal köszönték meg szavalatát. Az első három helyezett könyvjutalomban részesült. A díjazottak könyv nyereményt kapnak, az első három helyezett kap egy-egy könyvet ajándékba, ezek természetesen verses kötetek, amiből a következő évek folyamán választhatnak újabb, szebb és szebb verseket. Az önkormányzat, a Szadai Önkormányzat biztosítja a Művelődési Ház és Könyvtár számára a megrendezéshez szükséges forrásokat. A zsűri külön díjait az Erdőkertesi Rádérünk 60 klub tagja Mohácsi Kálmánné, valamint Gajder Józsefné vehette át, aki a Mária Besnyői Kalász csoport tagja. A verseny harmadik helyezettje Simon Jánosné, a második Bartók Józsefné lett, akik a Szadai Nyugdíjas Klub tagjai, míg az első helyezést a háromtagú zsűri Kócián Ferencnének ítélte, aki a Gödöllői Őszikék Nyugdíjas Klubot képviselte a harmadik Szadai Hóvirág Szavaló versenyen. Jó dolognak tartja-e, hogy idősebbek, nyugdíjasok számára is legyen ilyen kihívás, hogy szavaló versenyt tartsanak, és miért tartja jónak, ha így van? Miért? Mert mi nekünk vannak emlékeink. Ugye régi emlékek gyerekkorunkból, ugye a Petőfi versek, meg minden, meg a nagyon sokat ismerik olyat, akinek saját verse van. Szóval úgy, hogy ezt népszerűsíteni kell, mert a vers az embernek úgy ébren tartja a fantáziáját, minden, és mindig vágyik arra, hogy jaj, most én tudok egyet, és akkor jó lenne azt, hogy mással is megismertetni, és mindenkinek ajánlani, hogy próbáljon még időskorra is olvasni, verseket mondani, népdallokat, vagy ilyesmit, hogy adjuk tovább. Mi bennünk értékes, mert egy nagyon jó verset írtam, most nem tudom, majd a Gödöllői kis évkönyvben megjelenik-e, hogy azról szól, hogy adjuk tovább, mi bennünk értékes. Ez a mottom.